Köszöntöm Önöket, ez a Weekend. A mai műsorban elutazunk Afrikáig, majd Madagaszkárig, végül szalszázunk és a lápi világgal ismerkedünk. Mindezek előtt a régészetről beszélgetek hozzáértő vendégeimmel. Itt ül velem szemben Elnagy Márta régésztörténész, valamint Havasi Dóra restaurátor, és a beszélgetésünk alatt a kedves nézők azt is láthatják, hogy a stúdió másik díszletében Gyarmati Judit hogyan korongozik, de hát most a múltat idézzük, a régészetről beszélünk, lesz egy rendezvény, a régészet napja, nem egy új keletű dolog, mert talán 2014-ben indult az első ilyen jellegű program, de újra lesz ilyen Nyíregyházán. Mi is ez a rendezvény, és milyen jellegű programokra várjátok az érdeklődőket? Igen, valóban ez egy 2014 óta futó országos program, és ehhez csatlakozott a Nyíregyházi József András Múzeum is. Minden évben van egy témája ennek a régészet napnak, és az idei évnek a témája az az, hogy honnan tudjuk, hogy hol ásunk, hogyan találjuk meg a régészeti lelőhelyeket, és erre a témára épülnek a programjaink. Ennek keretében már május 28-án ugye két helyszínen is lesznek programok. Az egyik az a múzeumfaluban lesz, az Árpád-kori faluban tartanak a kollégáink tárlatvezetést, és mondják el, hogy hogyan is készült el ez az Árpád-kori falu. Ide már 9 órától igazából egy ilyen az Ötkerék Alapítványnak a tagjaival, egy ilyen biciklis túrával indulnánk ki. De aki esetleg később csatlakozik, nyilván az is kimehet, hogy 3 óráig tart ez a rendezvény. Tehát az egyik helyszín ott lesz, a másik pedig természetesen bent a múzeumban. Itt is sokféle programmal várjuk a vendégeket. Lesz rendhagyó tárlatvezetés az állandó régészeti kiállításban, folyamatosan futnak filmek, amik valóban ezt a témát mutatják be, hogy hogyan ásunk, honnan tudjuk, hogy hova kell menni ásni. Előadást is fog erről tartani Jakab Attila, a régészeti osztály vezetője. És délután pedig Balog Andrást várjuk, aki két nagyon érdekes témában is fog előadást tartani. Az egyik az a robotgépek szerepe a régészeti kutatásban, a lelőhelyfelderítésben. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan a hagyományos módszerek mellett hogyan dolgozunk modern módszerekkel is, már tényleg a lelőhelyfelderítés során. A másik előadása az pedig a váraknak a rekonstrukciója, tehát ilyen 3D-s animációkat fog bemutatni, hogy ugye az, amit mi feltárunk, hogy azoknak a folyamatait ők tovább gondolják, rekonstruálják ezeket, mert ugye láthatjuk, hogy nagyon sok várat ugye rekonstruálnak, építenek, de nem készülnek el ezek ugye abban a formában, ahogy eredetileg kinéztek. Tehát lényegében, bocsánat, hogy a szavadban vágok, de akkor lényegében ez a szombati rendezvény, ez a régészet napja szakmai is lesz, ugyanakkor betekintést ad az érdeklődőknek, a laikusok számára is, hogy akkor mi hogy működik. Hoztatok egy pár eszközt, hogy ecset, véső, mérőszalag, ezeket is használjátok a régészeti feltárásokon. Igen. Sokszor volt már lehetőségem mondani ezt szerencsére itt a Weekendben, hogy nagyon sok helyen találtatok gyönyörű dolgokat itt a térségünkben, főleg akkor, amikor évekkel ezelőtt még voltak ilyen nagyobb ásatások, mondjuk a autópályai építkezések miatt, főútvonalak építése előtt. Most vannak esetleg régészeti feltárások itt a megyében? Igen, van néhány, hát az egyik az a Lego, ugye terjeszkedik, és akkor az új
területnek a helyén vannak most megfigyelések, Kisvárdán is van, illetve leveleken. Ezek most annyira nem nagy feltárások, tehát a múzeumban most gőzerővel folyik nyilván a korábbi ásatásoknak a feldolgozása. És hát ebben szerintem segítenek a restaurátorok is. Igen, tehát hogy azért ebben nagyon komoly szerep jut a restaurátoroknak, mert ők is azokat a kis darabokat, amiket mi megtalálunk, ők teszik a nagy közönség számára élvezhetővé. Majd, hogy nem ilyen puzzle a kirakós a ti feladatotok, mesélj így a munkakörödről. Hát ugye a kerámia leletek, amik kerülnek töredékekben, azok ugye utána bekerülnek a műhelybe, ott megmossuk őket, kiterítjük őket, és akkor válogatjuk, nézzük szín szerint, forma szerint, és hogyha összetaláljuk őket, akkor azokból esetleg, ha edények jönnek össze, akkor azokat kiegészítjük. De nem szellux-szal ragasztotok. Nem szellux-szal ragasztunk, hanem van erre való speciális ragasztó, amivel összeélesztjük őket. Akkor nem is pillanatragasztó, pedig az lett volna a következő kérdésem. Mit csinálsz azokkal az emberekkel, akik igenis szívesen megismernék a te munkádat? Mit javasolsz nekik? Hát most például javaslom, van egy időszakos kiállítás, május 12-én nyílt a Restaurátorok műhely titkai címmel, ahol rengeteg gyönyörű műtárgy szerepel a kiállításban, mind régészeti, iparművészeti műtárgyak is, közel 20 darab, és ezek mellett plakátok is vannak, ahol részletesen mutatják be a restaurálásnak a folyamatát képekkel, szöveggel. Nem tudom, hogy milyen jellegű lesz a holnapi nap, ugye szombaton lesz ez a régészeti nap, és akkor látható ez a kiállítás látható is? Látható ez a kiállítás, és lesz rendhagyó tárlatvezetés, két időpontban is indul, 10 órakor és 12 órakor, ahol részletesebben el tudjuk majd mesélni, ha még egy-egy kérdés, ami nagyon izgatja a fantáziámat, nagyon sok gyerek szeretne régész lenni, vagy restaurátor lenni, hiszen a múlt, a történelem nagyon sok gyereket érdekel. Hogyan válhatunk amúgy régészekké, vagy restaurátorokké? Tehát nem hiszem, hogy nem tudom, az egyetemen vagy a főiskolán van ilyen képzés, vagy van? Természetesen, tehát az egyetemi képzés keretében zajlik. Hát nyilván nagyon sok ember akar régész lenni, meg nagyon sok gyerek, de általában ez az Indiana Jones jelenik meg előttük, de ilyen is van egyébként, de hát azért nem erről szól ez a dolog. De például ez a régészet napja is egy nagyon jó alkalom lesz arra, hogy ebbe betekintsenek, hogy hogyan is dolgozunk, és mennyi mindenből tevődik össze egy régésznek a munkája, vagy akár egy restaurátornak is. De jó értelemben mondom, hogy azért ez egy kosszal, izzadsággal járó munka, mert ha úgy van, akkor a 40 fokban is kell az ásatásokon porolgatni a dolgokat. Mi volt a legérdekesebb tárgy, amit találtál, Márta? Hát nekem a bronzdepó Nyíregyháza Orosson találtunk 2010-ben egy nagyon gyönyörű bronzdepót. Nekem az a kedvencem. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, én pedig akkor átlibbenek Gyarmati Judithoz, hiszen a beszélgetésünk alatt azt láthatták, hogy hogyan készülnek ezek a tárgyak, akár mondjuk egy szép váza. Hát szervusz Judit, konkrétan 6-7 perc alatt egy olyan gyönyörű remek művet készítettél, hogy gratulálok, Ejha! Ez egy váza lett, ugye? Felismerem? Teljes csupor. Hát majdnem. Én lehet vázának használtam volna. Milyen szerkezetet használtál az alkotás közben? Mert ez nem olyan, amit nagyanyáink használtak. Igen, ez egy modern korong, ez egy hobbi korongnak hívjuk. Ezért is jó, mert hordozható, mert a hagyományos korong nagyon nagy és nehéz, nagyon nehéz szállítani, lábbalhajthatós. Tehát ez arra való, hogy igazából ilyen bemutatókra, kipróbálás a gyerekeknek, tehát könnyebben lehet hozni, vinni. A hagyományos korongot az is nagyon érdekes kipróbálni, csak egy kicsit ennél is nehezebb, nyilván, mert lábbal kell rúgni. Elég hangos ez a dolog, így a nézők nem hallhatták, hiszen most jöttem át ide erre a térfélre. Mennyire kell sűrűn nyomkodni a pedált? Tehát azért emlékszem, hogy a hagyományos lábbal hajtós dolgot, ott azt folyamatosan kellett aztán hajtani. Ez azért könnyebbséget jelent már ez a motorikus verzió? Hát igazából annak, aki tud korongozni, annak már könnyebbséget jelent, aki viszont még most kezdte, hamar rálép a pedálra, és akkor nagyon gyors. Tehát és akkor szétcsap mindenhova. Sebessége, tehát ez egy, mint a gázpedál úgy működik, tehát azt szabályozzuk rajta, lehet itt a kis kormányával is, tehát ezzel is szabályozni, vagy lábbal hajtjuk, de
kell mindenképpen, mert az se jó, ha túl gyors, meg az sem, ha túl kevés. Mennyiben változott amúgy az elmúlt években, évtizedekben maga a korongozás, az agyaggal való dolgozás, hiszen jó, most így a gépezetről beszéltél nekünk, de mennyiben másabb amúgy a technika, vagy ez maradt? Hát a technika szerintem maradt, nyilván mindenki másképp dolgozik, szerintem két mester nincs, aki egyformán dolgozna, viszont az égetés is, tehát már nagyon kevesen használnak fatüzelésű kemencét, hanem inkább elektromos kemencét, vagy gáztüzelésű kemencét használnak. A korongban is ugye vannak a modernebbek, de az alap, az ősi technika és az ősi mesterség az végül is ugyanaz folytatódik, csak mindig megújul. Ha már így elkészítetted szépen ezt a tejtartót, vagy nekem vázát, akkor mit szoktál csinálni ezek után? Tehát te milyen kemencét használsz, meddig égeted, ez mitől függ, a fal vastagságtól, gondolom nagyon sok mindentől függ, hogy most 5 percre rakod be, vagy 5 órára. Igen, ez attól függ, tehát igazából ez most még csak kész van a forma, ilyenkor nagyon puha még, tehát ezt épp, hogy le lehet venni a korongról, és el szoktuk tenni egy kicsit száradni, tehát van egy folyamata, bőrkemény állapotban lehet fülezni, esztergálni az alját, tehát ez még nincsen készen, ennek még kell egy-két nap, mire elkészül, úgy addig, hogy elkezdhessen száradni. Tehát a száradás egy pár napot vesz igénybe, és utána lehet, mikor teljesen kiszáradt, akkor retusáljuk, és akkor égetjük ki az első égetést. Az pedig attól függ, hogy milyen agyagból készült. Tehát nem is igazából a falvastagságtól, hanem ez egy hagyományos fazekas agyag, ezeket ilyen 960-980 fokon elég kiégetni, viszont az is a kemence méretétől függ, hogy hány órát ég. Tehát, hogy mennyi, aha, persze, abszolút mennyi, értem. Mennyiségű kerámia. Mennyire drága mulatság ez? Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy vannak különböző filmek, most nekem egyből a Ghost jutott eszembe, ahogy az elején ott ugye az agyagot készítik, vagy akár nagyanyáink után valaki azt mondja, hogy a 21. században már pedig lenne ezt a mesterséget választom. Mennyire drága az agyag, mennyire drága a sok-sok szerszám, amit használsz, a véső, az ecset, stb. Szerintem az agyag a legkisebb része ennek a dolognak, tehát abból is van többféle agyag, tehát a fazekas agyag a legegyszerűbb, és vannak semottos agyagok, amiből főzőfazekakat korongozhatunk, ott már nyilván magasabb hőfokon kell égetni, tehát ezek drágítják meg az energiaköltség igazából. Tehát lényegében akkor az agyag, meg így az alapok, majdnem azok az nem a legkisebb, drágák. Igen, része, tehát pont az agyag, de onnantól kezdve már a máz, a hőfok, kétszer kell égetni, tehát 8-10 órát bent van a kemencében, azért az eléggé magas költsége. Jelent. Az ügyességet, a gyorsaságot azért is láthatták a nézők a kezeid alatt, hiszen hosszú évek óta foglalkozol ezzel, keramikus művész vagy. Te milyen anyagokkal dolgozol az agyagra, amikor már megszáradt, kiégetted, mik a kedvenceid? Gondolom nem a tempera, vagy a vízfesték. Nem használhatjuk, nem. Speciális kerámia festékekkel kell dolgoznunk. Vannak az engobok, ez a földfesték, régen is ezt használták még a fazekasok, tehát ezek ilyen földfesték, ami szintestekkel, oxidokkal lehet színezni, és akkor lehet zöld, vagy vörös, ugye, hogyha vasoxidos. És ezt rátehetjük még nyersanyagra is, viszont hogyha azt szeretnénk, hogy a vízáteresztő képessége legyen a kerámiának, akkor mázaznunk kell belülről. Tehát akkor belülről is mázazni kell, lehet kívülről is, tehát ez mind a költséget is növeli, viszont a használhatóságát azért biztonságosabbá teszi. A manapság trend színeket amúgy a keramikus beleviheti az alkotásaiban, vagy inkább ti művészek, mesterek arra törekedtek, hogy a hagyományokat őrizzétek? Ez attól függ, hogy ki milyen irányba van. Tehát vannak, akik igazán kimondottan népművészeti tárgyakat készítenek. Én használati tárgyakat készítek, de vannak népművészeti zsűrizett munkáim is. Attól függ, hogy kinek milyen igényei vannak, vannak megrendelések, de általában nekem a nagyobb százalékát a mai modern kerámia teszi ki, amit lehet használni a konyhába, a kemencébe, vagy akár a kertben, tehát ilyen kerti edényeket. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunknak, én pedig visszalép ennek a másik díszletbe, önöknek addig programajánlóval kedveskedünk. Off.
Afrika és többek között India, Bali, Indonézia után újra Afrikában élhetett, lehetett, alkothatott, önkénteskedhetett Balogh Boglárka, aki már itt ül velem szembe. Szia! Szia! Hát Nyíregyházáról jó messzire jutottál, és jó sok helyre, szabadúszó újságíró vagy évek óta. Mesélj erről az életformáról, illetve arról, hogy Afrikában az elmúlt hónapokban mit csináltál. Azt mondanám, hogy ez 7 éve körülbelül már egyfajta életformával nőtte ki magát. Ahogy említetted, elég sok helyen szerencsésen megfordultam. Semmi balesetem nem történt, mert ugye mindenki ezt kérdezi, hogy egyedül nőként olyan helyekre, ahová te jársz, harmadik világbeli országokban történt-e valami, támadtak meg, hagytál-e valamit, úgyhogy mindig azt mondom, hogy szerencsére semmi nem történt. Így volt ez Afrikában is. Afrikában igazából 4 hónapot voltam most. Most számoltam ki egyébként, 50 000 kilométer és 6 ország foglaltatott ebben a 4 hónapban. Hát rengeteg mindent láttam, itt törzsekről, kultúrákról, állatvédelemről, különleges emberekről írtam riportot, igazából egy blogot vezettem most 4 hónapon keresztül a National Geographicnak a felkérésére. Januárban találkoztunk utoljára, pont az indulás előtt pakoláztál otthon, hogy jaj, milyen rövid nadrágot meg toppot vigyek magammal. Ebben a műsorban is beszámoltunk az indulásodról. Akkor lehet, hogy a nézők emlékeznek rá, egy fotósorozat is megelőzte, bepróbózta lényegében ezt az utat. Ez a fotósorozat hogyan született, és mi az, amit láthattak az érdeklődők, nézők? A fotósorozat igazából egy törzses fotósorozat, én már azt mondom, hogy Törzsek és én, tehát ezt a címet adtuk neki. Ez Szabó Csaba barátommal közösen alkottuk. Igazából ez arról szólt, hogy felhívja a figyelmet az eltűnő félben lévő kultúrákra. Hogy így fogalmazok, felhívta a figyelmet, ez nem biztos, hogy pont úgy sült el, ahogy az ember tervezte, de én azt gondolom, hogy ha valaki kilép a nyilvánosság elé, akkor el kell fogadnia a pozitív, illetve a negatív kritikákat is, és ebből építkeznie kell. Ezekhez a törzsekhez ténylegesen eljutottál az elmúlt 4 hónapban? Nem mindegyikhez, de van amelyikhez, igen. Mely törzseknél voltál, ahova eljutottál? Tanzániában kezdtem, tehát ott szálltunk le januárban. Itt eljutottunk a Maszai törzsekhez, illetve a hadzabékhez. A hadzabék, ami nekem az egyik kedvencem, ők az utolsó vadászatból és gyűjtögetésből élő népcsoport, fogalmazunk így. Körülbelül 1000 maradtak mára, és csak 400 és 500 az, aki még mindig tovább viszi ugyanezt a történelmi kultúrát, illetve ezt az életformát, amit több 10 000 éven keresztül az őseik vezettek végül is. Milyen érdekességekkel gazdagodtál? Gondolok itt arra, hogy azért a te szívedet mindig is megdobogtatta az emberjog, az állatvédelem, tehát mik azok, amik impulzusként nagy hatással voltak rád az elmúlt hetekben, hónapokban? Rengeteg minden, tehát nem tudnék egyet igazából kiemelni. Szerintem az, ami legutóbb foglalkoztam témával, ez az oroszlánok ipari tenyésztése, ami... micsoda? Igen. Tehát vadászatra tenyésztik az oroszlánokat Dél-Afrikában. Azt gondolom, hogy ez volt az egyik cikk, ami igazából kiverte a biztosítékot az interneten. Tehát rengeteg kommentet kaptam arra, hogy ez hogy történik. Tehát igazából rengetegen nem értik azt, hogy a Dél-Afrikai Köztársaságban az oroszlánokat úgy kezelik, mondjuk, mint mi a teheneket, vagy a kutyákat. Tehát, hogy itt végül is tenyésztésről van szó. Iszonyatos pénzek vannak benne, hogy trófeákat tenyésztenek. Tehát egy-egy tenyésztő ilyen 2,5 millió forint értékű állatot tart, ami nyilván sok pénzbe is kerül, mert azért egy 5 kiló húst naponta megeszik ez a 200 kilogrammos jószág. Ugye ők ezzel érvelnek, hogy így szeretnék megvédeni a vadon élő oroszlánokat, amíg ők tenyésztenek, addig a USA-ból, illetve Európából érkező gazdag vadászok nem fogják azokat megölni. Persze volt erre példa, ugye ez pont 2 évvel ezelőtt történt, amikor Cecilt, a zimbabwei oroszlánt kilőtték, ez is egy fogorvos volt ugye Amerikából, ugye akkor kezdődött az egész hisztéria, és igazából akkor került a figyelem középpontjába a Dél-Afrikai Köztársaság, mint ipari tenyésztő. Ez volt akkor az egyik legfontosabb, vagy legmegdöbbentőbb eset, amit az állatokkal kapcsolatosan mondjuk leírtál, tapasztaltál. Emberek, én követtem a blogot, láttam különböző internetes bejegyzéseidet, fotóidat, a nézők is láthatnak nagyon-nagyon sok fotót, képet arról, hogy hogyan éltél, de biztosan foglalkoztatja a nézőket, hogy miket csináltál még azon kívül, hogy mondjuk az oroszlán és a tenyészet után mondjuk nézted, hogy mi történik. Tehát gondolok itt arra, hogy
Milyen önkéntes napjaid voltak? A gyerekek hogyan fogadtak téged? Igazából ez az út nem önkénteskedésről szól, tehát ez most egyértelműen... A blog. Így van, írás. Tehát azt mondom, hogy ez egy tényleg egy kemény munka volt, én sem gondoltam volna, hogy azért a háttéranyag, amit fel kellett dolgozni, ugye a fényképek, az interjúk elkészítése, az, hogy a különböző helyeket megszervezni, hogy ez biztonságos legyen, helyi vezetőkkel oda elmenni, és nyilván itt egy heti két alkalommal jelentkező blogról van szó, tehát az, aki egy kicsit is ír, vagy tévében, vagy akárhol szerepel, tehát azt tudja, hogy akár mondjuk egy órás műsor is hatalmas háttéranyagot, illetve kutatást, tudást igényel. Úgyhogy körülbelül egy olyan 32 anyaggal foglalkoztam én mélyebben, fogalmazunk így, hogy mélyebben, tehát azért lehetett volna még jobban belemenni ezekbe a témákba, ennyire volt idő. Azt gondolom, hogy egy kicsit még tovább fogom folytatni, tehát most készülök egy nagyobb lélegzetű fotókiállításra, úgyhogy most ez van szervezés alatt, és szeretném folytatni tovább még a blogot mondjuk legalább egy hónapig, tehát azokat a beszámolókat, amiket a National Geographic égisze alatt nem sikerült még beleírnom, tehát meglátjuk, tehát sok terv van még szerintem, amikor ugye hazajön az ember, teleélményekkel, furcsa ez az egész, hogy itt ül a civilizációban, úgymond, nem arra kell, hogy egy elefánt be akar mászni a sátrába, és ehhez hasonlók, úgyhogy vannak terveim még a jövőre nézve, és így Afrikával kapcsolatosan. A szüleid még Nyíregyházán élnek, és igazából te is azért néha-néha hazatérsz, hogyha mondhatom így, úgyhogy ha valaki felismer az utcán és megállít, akkor mindenképpen zargathat érdeklődő kérdésekkel téged szerintem, mert látszik, hogy egy nyitott személyiség vagy, rengeteg élményekkel. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És hát afrikai partoktól nem utazunk mi annyira messzire-messze, Madagaszkár a célunk, hiszen ott őshonosak a szerecsenmakik, róluk lesz szó a következő percekben. Látogatók is örülnek az új kisállatnak a Nyíregyházi állatparkban. Ritka szerecsenmaki született pár hete, a kölyök egy nemzetközi szerelem gyümölcse. A szülők 2014 óta alkotnak egy párt. A hím lengyel származású, amíg a nőstény luxemburgi. Az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkeztek 2 éve Nyíregyházára. A kis szerecsenmaki bébi mostantól látható, hiszen ez idáig anya hasán tartózkodott. Ő egyébként sötét bundával látta meg a napvilágot, de különlegessége ennek a fajnak, hogy teljesen máshogy néz ki a hím, mint a nőstény. A fekete színű a hím, míg a nőstény barna bundát viselt, és most jön az apróság 7 hetes és barna színű fehér szörme gallérral a nyakán, így most már láthatjuk, hogy kis hölgyről van szó. Madagaszkáron őshonos fajról van szó, és élőhelyük veszélyben van, hiszen egyrészt egyre több illegális fagitermelés folyik az ő területükön, másrészt pedig az orvadászat is tizedeli az ő állományukat. Az egész világon összesen 200 szerecsenmaki pár él fogságban, Európában pedig ő az 3. utód idén, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen nagyon jeleskedünk a maki tartásban, gyűrűs farkú makit, varikat is tartunk, de ez idáig szerecsenmaki utód nem látott itt napvilágot Nyíregyházán. Ez a tenyészpár 2014 óta van itt, és ez az első utódjuk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a kicsire. A kismaki egyre kíváncsibb a külvilágra, és előszeretettel lovagol anyja hátán. Anyja 120 napnyi vemhessége után jött világra. A kisállat jelenleg még anyatejen él, de fokozatosan hozzászokik majd a jó részt levelekből és gyümölcsökből álló táplálékra. Gyere! Gyere! Jaj, ne ijedjél, messzívecském! Már jól laktál, úgy látom. Érdekes röfögő hangot hallatnak olykor, hiszen amellett, hogy különféle illatjelekkel kommunikálnak egymással, ez a röfögés vagy olykor sikítozás is jellemző rájuk,
ez a kommunikációjuk nagyon fontos jelképe. Emellett egymást is kurkásszák, ami tökéletessé teszi a bundájukat, illetve szociális viselkedésükben is nagyon nagyban segíti. Őt annyira különböző színezetű a hím és a nőstény, hiszen még a hím fekete szőrzetű, a nőstény barna bundájú, hogy nagyon sokáig külön fajnak tekintették őket, aztán később derült ki, hogy egy hím és egy nőstény járatról van szó, azóta most már mindenhol, minden fogságban lévő helyen általában sikeres szokott lenni a szaporulat. Az idén 20 éves nyíregyházi állatparkban bárki meglátogathatja a három tagú Szerecsenmaki családot.